Nézzük is, hogy mire jó a matterport bemutató. Asztali számítógépen fogom megmutatni, de mobilos verzióban is ugyanígy működnek. Úgyhogy nézzük az asztali gépen, mire is jó a matterport. Na, nézzük az első felületet, ahol ezt használjuk, és ez a Facebook. Ezen belül is a saját oldalunkon fogom megmutatni. Ez a céges oldal, de kiléptem belőle, tehát külsősként ti is ezt látjátok. Vannak a bejegyzések napi programok is vannak benne, kis apró kis figyelemfelhívó történetek. Ha az albumot megtaláljátok, a bejegyzést, akkor akár innen is, de amit keresésre javaslok, az az oldal tetején fényképek, bejönnek az albumok, összes album, és igazából itt tudtok keresni kimondottan az ingatlan kínálatunkra, tehát akkor mindenféle hülyes allang mentesen az ingatlan kínálatunkat fogjátok megtalálni. Bejönnek a fényképek, alaprajz, stb. Jobb oldalt találjátok a leírást. Megnézzük a továbbiakat, ugye itt van a teljes műszaki tartalma leírva, illetve a hirdetési anyag. Kimondott a terportot keressük, azt itt találjátok. Rákattintotok bal egérrel, és már indul is a 3D bemutató. Na, tehát térjünk vissza magába a bemutatóba. Mondom, térjünk vissza. Pillanat, <laughs> hol is kezdjük? A nappaliba. Tehát kb. ez fogad titeket. Balegére kattintasz, nyomba tartod, forgatod a képernyőt, körbe tudsz nézni, az egér görgőjével tudsz közelíteni, távolítani. Ez azért fontos, mert a térhatást eléggé el tudja rontani, ha például így nézed meg, te túl távoli vagy, érdemes ráközelíteni. Lehet benne haladni többféleképpen. Először is mondjuk te kitaláltad hogy bemenni a konyhába, bárhova kattintasz a konyha irányába. Egy katt, és már egyet léptél is előre. Be akarunk menni a fürdőbe, bárhova, abba az irányba kattintunk, bejutunk. Nem csak kattintással működik, hanem nyilakkal is. Jobbra nyilla, jobbra forog, balra nyilla, balra forog, lefele nyilla, meg sem erre nem forog. Ez azért lehet, hogy nyilaknál mert egyébként a Matterport alulról korlátoz, tehát ezzel lefele nem tudsz nézni a nyilakkal, viszont nagyon gyorsan betod tudod az ingatlan. Ami van a bemutatóban, pontok. Kék, zöld, rózsaszín, mikor miatt használok, általában kék mert az az alap. Ha erre ráviszed az egeret, akkor mindig valami információt találsz, az adott ingatlanról, itt például az ingatlan besorolása, ez például tulajdonlap szerint művelési ágoló kivett terület és gazdasági épület, tehát nem lakó ingatlan. Ott az asztalon is bárhonnan rákattinthatsz, oda fog ballagni a kis bemutató. Közülve 2017-ben cserélve, cserélve. Másik pontocskánk, a fa lambéria tégla falazatra lett rögzítve. Hát ezt most elcsesztem ezt a fogalmazást. A falambéria téglafalazatra lett rögzítve. Nem mindegy, a hangsúly kimaradt egy vesző. Itt egy másik pontocska, alaprajz fotók teljes hirdetés Facebook oldalunkon, itt van benne a link. Na most ha én erre rákattintok, már pedig rákattintok, akkor ugye visszajön a fénykép albumba. Ez azért érdekes, mert hogyha nem a Facebook oldalunkra találtál be ide, hanem a, a bármilyen egyéb online felületről, akár a Youtube csatornánkról, vagy Youtube videóról, akkor, akkor nem láthatod a teljes fotókat, tehát valamint az összes fotót, az mindig a Facebook oldalunk van, van fönn korlátlanul, mégpedig azért, mert van olyan ingatlan, amelyikről 100 50-60 fénykép van, azt nem lehet feltölteni online felületre, csak a Facebook oldalunkra. Na ez a fűtésrendszerről szól, jelenleg a fűtés kandalóval megoldott, bla 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 bla. Nos, a Matterport bemutatónak az érdekessége. Baloldalt alul itt van ez a hasábikon. Babaház nézetet fog nekünk beadni, és ez így néz ki. Ezt a többszintes épületeknél szeretem nagyon-nagyon jól, mert amikor ott vagy a helyszínen is megnézed, hogy például nappaliból pince megy arra lefele, a pince bele is tudsz menni, egész az ajtóig, azért nem tudsz tovább menni, nem engedtem, hogy tovább menjünk. Már is látható, hogy térben hogy helyezkedik el az épület. Az épülethez viszonyítva például pince, de pont ebből a nézetben nagyon jól látszik, görgöveit is lehet közelíteni, bal egérrel megfogod, akkor tudod forgatni, ha jobb egérrel megfogod, akkor meg arra tudod vinni, csak nem tudod forgatni. De ami még érdekes lehet nekünk, az ugye itt az étkező és a fürdő. Tehát nem biztos, hogy elsőre feltűnt, hogy az étkező és a fürdő közt van egy szintkülönbség. Tehát ide lépcsőn lehet lejönni. Most a babaházból ez gyönyörűen kirajzolódik, ha visszabattyogunk ide a e modellbe oldalról, gyönyörűen látszik, hogy van egy jó 40 centi szint különbség. Baloldalt alul van egy síkidom ikon, ez az alaprajz. Most az alaprajz sok mindenre jó, ugye tudjuk, hogy alaprajz, tudjuk a szobákat, hogy helyezkednek el, tehát hogy ezt erre használjuk. Uh -huh. Igen, a sima alaprajzot, amit kézzel rajzoltunk és nem tervező készítette, hanem csak arra való, hogy a helyiségeket megmutassa nekünk. Viszont a Matterport az ennél többet tud, mégpedig megmutatja a Tehát ez itt egy teherhordófal. Ez is itt egy teherhordófal. Itt van egy nagyobb sötétség, ez azért van, mert itt van egy beépített, egy félkész beépített szekrény, ami nem készült el teljesen. Van egy vonalzó ikonunk bal alul. Tök úgy néz ki, mint egy vonalzó, tehát innen lehet felismerni. Rákattintasz, itt egy plusz jelecske, ezzel azt mondod neki, hogy te szeretnél mérni. Meg kell adni az első pontot, az legyen ez a fal, mondjuk. Meg kell adni neki a második pontot, mondjuk a vonalnak a vége, mérjél, mondjuk odáig. És egy pipa. Tehát 7 méter 29 centi. Na most ezt ne vegyük szentírásnak, ez csak körülbelül. Jártam már úgy, hogy tévedett. Hát a legdurvább az 50 centi volt, úgyhogy ez alapján ne vegyetek csempét de körülbelül a nagyságrendeket neked meg tudja mutatni. Na nézzük, hogy lehet még betalálni, illetve megtalálni a mi hirdetési anyagainkat. Mármint a Matterportot, én már előkészítettem a felületet. A mi hirdetéseink Tolna megyében mindig külön meg vannak jelölve, videó elérhető, virtuális séta elérhető, tehát ahol ott van, hogy virtuális séta, az a mi hirdetésünk, ez tuti. Nézzük meg ezt a hirdetést. Ez pont az Annának a, a, képviseletében van, de a lényeg, a lényeg, amit mi akarunk, virtuális séta az ingatlanban rákattintunk, és szépen battyogunk befele, ez megint egy többszintes épület, szépen battyogunk befele a bemutatóanyagba, a rendelkezésre áll ugyanúgy a babaház modell, tehát gyönyörűen meg lehet nézni, hogy mi, hogy helyezkedik el, melyik helység alatt, fölött, mellett mi van. Most már tudod, hogy hogy használd a 3D bemutatót, úgyhogy kérlek titeket használjátok, Facebook oldalunkról éritek el a legkönnyebben, facebook.com, per az ingatlan közvetítő Tolna megye, az ingatlan közvetítő Somogy megye, az ingatlan közvetítő Székesfehérvár, illetve az ingatlan közvetítő Baja, ami kiegészül majd Kalocsával is, tehát ott is ugyanígy fognak működni. Első platformunk egyelőre a Facebook weboldalunk folyamatban. A 3D tudod használni, maradj otthon, nézd az ingatlant otthonodból, és hozd meg az elsődleges döntést, a legfontosabbat, szeretnéd -e megnézni az ingatlant, vagy nem. Mi ehhez minden segítséget most már megadunk, és te is tudod, hogyan kell használni. Köszönöm szépen ezzel az első vlog videóval, hogy velem voltál. Hamarosan továbbiakkal jelentkezünk. Sziasztok!